Kegyelem nektek és békesség Istentől, mennyei atyánktól, fiától, Jézus Krisztustól, Szentlélek Úr Istentől. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, a 180. énekünket. A 180. ének így kezdődik, a töredelmes szívet, te Uram, szereted. A töredelmes szívet, te Uram, szereted. Az engedelmes lelket soha meg nem veted, ezzel a reménységgel te hozzád óhajtunk, légy kérünk segítséggel, és könyörülj rajtunk. Kérem, álljunk fel! A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Húsvétot ünneplő kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. rész első 10 verséből. Míg Isten igéjét olvasom, kérem a gyülekezet, foglaljon helyet! A Máté írása szerinti evangélium 28. rész első és következő verseit így olvasom. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt. Az úrangyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és azt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Válaszoljunk Isten igéjére, gyertek, álljunk fel, imádkozzunk. Szent Háromság, örökkévaló Istenünk, hálat el szívvel, megköszönjük neked ezt a húsvét ünnepet. Köszönjük, felséges édesatyánk, hogy előhívtad a sírból a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. És köszönjük, Urunk, hogy te a jó hír továbbadásában emberi és mennyei követeket alkalmaztál. Köszönjük, Urunk, hogy üres a húsvéti sír, és jól lehet most üresek a templomok, a mi templomunk is üres, de azt akarod, hogy a mi szívünk megteljen te veled, te legyél áldott Jézus a szívünk középpontjában, összekössön bennünket, akik nézik, hallgatják, egymással és te veled, Isten szent lelke, a te élő igéd, az imádság, az ének, és így legyünk közösségben veled és egymással. Urunk, megvalljuk neked, hogy fáj a mi szívünk és lelkünk ebben a megpróbáltatásban. De hiszük, hogy van hatalmad valami nagyon jót kihozni ebből a dologból. Adjad, hogy megalázzuk magunkat, bocsásd meg bűneinket, teremts tiszta szíved bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Szentelj meg bennünket, hogy elfogadjuk igéd üzenetét, és legyünk hitvaló gyermekeid,
nagy neved magasztalására. Atyánk szent fiad Jézus nevében, lelked közösségében kérjük, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 347. éneknek mind az öt versét. 347. énekünk így kezdődik, Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. 347. ének valamennyi versét énekeljük. Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál, az élet pedig feltámadott, mert szent tested meg nem rothadott. Él a Jézus a mi fejünk, keresztjének énekeljünk. Ülvén húsvét ünnepeket, úgy győzedelmi éneket. Hol van koporsó hatalmad, elveszenyeddé adalmad, hova lőn ó halál a fullánk, melyet fensz már régóta reánk. Már nem rettegünk miattabb, mert Jézus meghódoltatta. A ma félelmek királyát, megnyitván sírjának száját. Nincs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére, mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak porából. Szűnjetek meg kétségeim, változzatok félelmeim, reménység és örömökké, mert nem alszom el örökké. Sőt, hiszem, hogy eltört cserép, edény lend még egyszer épp, és tetem én megépítetnek, bár verseim meg emésztetnek. Gyalázat elvettetésem, de pompás lesz kikelésem, hogy eget látván ezekkel az újra megnyílt szemekkel. Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem fogyék szentebben, és hogy ne menjek ítéletre, támasz fel engem új életre. A te lelkednek ereje, az új életnek útfeje, hogy hát legyek élő személy, lelked által én bennem élj. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. fejezetéből, a 28. fejezet 6. versét eképpen.
Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Rendkívüli istentiszteleten vagyunk együtt. A járvány miatt üres a templom, nincs itt nagy gyülekezet, és hát bizony sokkal csendesebb, halkabb az ének. A gyülekezet tagjai most otthonukban vesznek részt az istentiszteleten. Együtt figyelünk azonban az igére, együtt imádkozunk, énekelünk, és együtt kívánunk úrvacsorázni is. Húsvéti istentiszteletet tartunk. A halálból feltámadott Jézus Krisztus van az istentisztelet középpontjában, és így a mi életünk középpontjában is a feltámadott Jézus legyen. Jézus Krisztust nem tartotta sírjában a halál, mert feltámadt. Isten hitelesen beváltotta ígéretét, elhangzott az ígéret, Jézus harmadnap feltámad. Isten szent lelke segítségét és vezetését kívánva, ezen a mostani istentiszteletünkön három üzenetet szeretnék szívetekre helyezni. Az első üzenet így hangzik: a Jézus sírjánál. Mi történik a Jézus sírjánál? Különös események mennek végbe. Először is szorgalmas asszonyokat látunk ott. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ott van a Magdalai Mária, és ott van a másik Mária. Ezeket az asszonyokat Jézus korábban bűneikből megszabadította, és nekik mindentől fontosabb, hogy közösségben legyenek Jézussal. Amíg lehetett, követői voltak, ott voltak a keresztre szegezésekor is a Golgotán, és most itt is jelen akarnak lenni, Jézus közelében akarnak lenni. Nincsenek egyedül, nem külön-külön indulnak el, ketten mennek, együtt vannak, egymásra figyelve, egymás segítve, tanácsolva, egymás segítségét kérve és egymás segítségét elfogadva. Együtt és külön-külön is nagy teher nyomja a szívüket, a gyász terhe, a veszteség terhe szakad rájuk. És testvérek, én nem tudom, hogy ezekben a pillanatokban, ezekben az órákban, napokban, hetekben kit milyen fájdalom, félelem, keserűség, bánat, nyomaszt, azonban azt tudom, akik élő hittel kérik az Úr Jézus segítségét, megtapasztalják szabadítását. A Biblia szerint ez a két asszony hajnalban indul el. Bizonyára a legtöbben még aludtak, pihentek, nekik azonban mindentől fontosabb, hogy odaérkezzenek a Jézus sírjához. Ez a legelső feladatuk. Minden mást megelőz ez a kötelesség tudat, hogy ott legyenek a Jézus sírjánál. Tudatosan, koncentráltan, idejében akarnak ott lenni. Azt olvassuk a Bibliában, azt akarják, hogy lássák a sírt, nézzék a sírt, hogy megnézzék a sírt. Nekik Jézus Krisztus mindentől a legfontosabb. Életében is ő volt a legfontosabb, most halálában is. És ők jönnek a Jézus sírjához legelőször. Azt akarják, hogy ha másképp nem, akkor legalább a halott Jézus közelében lehessenek. Tanuljuk meg ezektől az asszonyoktól ezt a buzgóságot, odaszántságot, Jézus iránti elkötelezettséget. Aztán figyeljünk arra, hogy az élő Isten is hatalmasan cselekszik. Illetve aki igazán hatalmasan cselekszik, ami mennyei édesatyánk, beavatkozik a földi eseményekbe. A Bibliában azt olvassuk, hogy nagy földrengés támad húsvét hajnalán, mert ha megmozdul az ég, a föld is megremeg. Az atya szíve a fiáért dobog, és neki hatalma van
a halottat előhívni a halottak birodalmából. Mennyei küldöttét küldi el. A Bibliában azt olvassuk, hogy angyal szállt le a mennyből, és ő végezte el az Istentől kapott küldetést. Ő az Isten küldöttje. Céllal érkezik a sírhoz. Amit ember nem tehet meg, vagy amit emberek nem tudtak, vagy nem akartak megtenni, azt íme az Isten angyala végzi el. Elhengeríti a követ Jézus sírja elől. Kedves testvérek, elgondolkoztam ezen, hogy vajon milyen teher feszül most a ti szívetekre? Vajon milyen megoldatlan kérdések nyomasztanak benneteket? Milyen vonatkozásban nem láttok kiutat? Milyen félelmek bénítanak benneteket? Mennyi kiúttalanság, mennyi csüggedés, mennyi elkeseredés lehet az életünkben? De higgyük el, hogy ahogy Isten ott és akkor, az Úr Jézus Krisztus feltámasztásakor megtalálta a megoldást, minden benne bizony tud segíteni. Olyan kedves számomra ez az ének, gyakran idézem, ide is most nagyon alkalmas. Az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megállt. Az Úr meglátja a te szíved alázatát, és tud rajtad segíteni. És mit tesznek az őrök? A Szentírás arról tanúsít, hogy ezek az őrök vigyáznak Jézus sírjára. Vajon miért vigyáznak? Bizonyára meg akarják akadályozni, hogy bármi történhessen. Nehogy ellopják a tanítványok Jézus testét. Most azonban megrettennek, kétségbe esnek, rájuk tör valami páni félelem, mert nem tudják a sírjában tartani a királyok királyát, uraknak urát. Istennel szemben kapitulál minden fegyver, minden erőszak, minden járvány és vírusok is. Másodszor figyeljünk arra, mit jelent ez a fogalom küldetés. Ezek az asszonyok, akik oda mennek az Úr Jézus Krisztus sírjához, először is megtapasztalják, hogy Isten elveszi a félelmüket. A mennyei küldött azt mondja, hogy ti ne féljetek. Ezt a Bibliánk hangsúlyozza, hogy ti ne féljetek. Nincs arról szó, hogy az őrök ne féljenek. Nincs arról szó, hogy a keresztre szegezők ne féljenek. Nincs arról szó, hogy a bűneikhez ragaszkodók ne féljenek. Azt mondja, igen, ti ne féljetek. Az Istennel szemben állóknak minden oka megvan a kétségbeesésre, az elcsüggedésre, mert bűneik következtében kénytelenek megtapasztalni Isten ítéletét. Ezek az asszonyok viszont azt tapasztalják meg, hogy Istentől való üzenet részesei lesznek. Megszólítja őket az angyal. Mennyei üzenet részesei. Ha tovább alusznak, ha megpróbálják valahogy a maguk nyomorúságát, a maguk eszközeivel elintézni, kimaradnak az Isten szavából. Nem szólíthatja meg őket az Úr. Így azonban kijelentést kapnak. Ők kapják az első Istentől való üzenetet, ami így hangzik, nincs itt Jézus, mert feltámadott. Nem lehet itt, mert feltámadott. Ha halott maradt volna, itt lenne. Nincs itt, mert feltámadott. Ahogy előre megmondta, Jézus többször figyelmeztette, emlékeztette a tanítványokat, hogy ez így lesz. És senki nem hitt neki, mint hogy azt se hitték el, hogy emberek kezébe adatik. Kedves testvérek, ez az üzenet, hogy előre megmondta, engemet nagyon komolyan figyelmeztetett, és örülnék, ha mindnyájunk számára üzenetté válna, hogy
ezekben a nagyon keserves időkben is, amikor újra és újra halljuk, hogy maradj otthon, mert így lehet elkerülni, hogy megfertőződjél és a vírus áldozata legyél, használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy megszólíthasson Isten. Vegyük elő a Bibliánkat, az imakönyvet, imádkozzunk, figyeljünk az élő Istenre, töltsünk minél több időt az Istennel való közösségben, csendességben és alázatban. És ha nem értünk valamit, akkor újraolvassuk el, vagy a vonatkozó utaló helyeket is az Isten igéjéből. Ahogy előre megmondta, Isten kijelenti akaratát mindenki számára, aki ezt nyitott szívvel készségesen elfogadja. És olyan kedves, ahogy mondja az angyal, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Nyilvánvaló, hogy a Jézus sírjába ott egy hely volt, az teljesen üres. Nincs itt. Feltámadott. Nézzétek meg a helyet. És elhangzik a küldetés. A küldetés tartalma. Gyorsan menjetek és mondjátok el a jó hírt a tanítványainak. Ugye el tudom képzelni, hogy örömtől hevül ennek az angyalnak is a szíve, hogy ez jó hír, ez evangélium. Feltámadott Jézus. Nem rabja Jézus tovább a halottak országának. Mondjátok el, gyorsan menjetek. Amikor valami nagyon-nagyon jó dolog történik, akkor azt mindenképpen meg kell osztani, és mindenképpen gyorsan kell megosztani. Egy nagyon jó hírt, minél többen, minél jobban tudják. És ezt a jó hírt csak hiteles tanúk tudják továbbadni. Azok, akik kézzel, lábbal, szóval, magatartással, életvalóságukkal tudják bizonyítani, hogy igenis Jézus feltámadt a halottak közül. El tudják mondani, hogy korán mentünk, odaérkeztünk, angyal szólt hozzánk, hallottuk az üzenetet, láttuk, hogy tényleg üres a sír. És azért tettünk, hogy gyorsan elmondjuk. Ez a kedves ének jutott eszembe, és osztom meg testvéreimmel, légy örömmondó, békekövet, hirdesd a szabadító elközelgetett. Ezekben a napokban többször beszélgetünk arról a feleségemmel, hogy hittel és humorral kibírható az élet. És kell a humor. És jaj, de jó, hogy van humor, és tudunk nevetni. Nagyon-nagyon fontos ez. Különösen azoknak hadd tanácsoljam, akik különösen is jól értik, és jól elő tudják adni ezeket a humoros dolgokat, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. De egyik se előzheti meg ezt. Légy örömhírmondó békekövet. Isten igéjét mondani tovább, az olvasott igét, azt megosztani másokkal, erről beszélni, és nem csak kétségbe esni, és nem csak félelmet gerjeszteni, mert ez is egy vírus, a félelem gerjesztés. Légy örömhírmondó, légy békekövet. Ez tehát az asszonyok küldetése. Azt gondolná az ember, hogy hát két asszonyra bízza az Úr. Igenis, van hatalma az élő Istennek, hogy olyanokra bízza, akik ezt vállalják, és akik ezt készségesen megteszik. És azt látjuk a továbbiakban, hogy az asszonyok gyorsan mennek, és mielőbb el akarnak érni a tanítványokhoz, hogy elmondják a húsvéti jó hírt, örömhírt. Minden más fontosabb, mindent félretesznek. Ez a lényeg, teljesítsem a küldetésemet. Kedves testvérek, nemrégen egy lelkész kollégával beszélgettem telefonon, próbáltuk így is bátorítani, segíteni egymást, és olyan jól esett, amikor azt mondja, nem tudom, milyen jó dolgot akar az Úristen kihozni ebből a nehéz helyzetből, de hiszem, hogy jót hoz ki. És az úgy bennem maradt, és napok óta gondolkodok ebből, hogy a legnagyobb keserűségből, szenvedésből, megpróbáltatásból is tud az Úristen tisztulást, jót kihozni, olyat, ami haszonná
válhat az egyénnek, a közösségnek, a magyar népünknek, a nemzetünknek és egyházunknak. Az asszonyok vállalták a küldetést, és betöltötték küldetésüket. A harmadik üzenet így hangzik, találkozás a feltámadottal. Mert mondjuk el őszintén, mit érne a küldetés, mit érne az emberi igyekezet, ha nem találkoznának ő vele, akit Isten előhívott a halálból. Az asszonyok tehát engedelmeskednek, nincs kérdés, nincs vitatkozás, nincsenek mellékutak, azonnal indulnak a tanítványok felé. És képzeljük el, hogy Isten kicserélte azt a belső lelki állapotot, ami korábban eluralkodott rajtuk. Mentek teherrel, aggodalommal, félelemmel, kisütűséggel. Előző, illetve más evangéliumokban arról olvasunk, hogy tanakodnak, hogy ki fogja elhengeríteni a követ. Egy csomó kérdés, és most tele van a szívük örömmel. Sőt, azt mondja az angyal, hogy ti ne féljetek. Elveszi Isten a félelmet, és megtölti a küldetés teljesítők szívét Istentől való örömmel. És ebben a nagyon-nagyon nehéz állapotban és helyzetben, amikor gyülekezetek nem tudnak együtt lenni, gyülekezet tagjai, családok nem tudnak együtt lenni, töltse be a szívünket az élő Isten öröme, békessége és szeretete. Félelem helyett a megbizonyosodás öröme költözik ennek az asszonyoknak a szívébe. Megbizonyosodás öröme. És miközben mennek, hogy tanúságot tegyenek, szembe jön velük Jézus. Képzeljük el, ahogy megállítja ezeket az igyekvő asszonyokat Jézus Krisztus. Mennek, hogy mondják, hogy emberek feltámadt. És ott áll előttük Jézus. Szembe jön velük Jézus. Jézus kinyilvánítja, megláthatták, érzékelhették, teljesen nyilvánvalóvá lett az, amit Isten kijelentett. Az angyal elmondta, hogy nincs itt és feltámadt, és hallották az igét, elhangzott a szó, a fülük érzékelte, és most a szemükkel is láthatják. És Isten a szájukat is használni akarja. Isten megerősíti a küldetést. Jézus Krisztus megerősíti a küldetést. És azt akarja, hogy a tanítványok azt is elmondják, a most már tanítványjá lett asszonyok, hogy láttuk is. Láttuk, hogy feltámadott és él. És ahelyett, hogy futnának, leborulnak Jézus lába elé. Hódolnak a feltámadott Isten fiának. Leborulnak előtte, hódolnak a feltámadottnak. Nem valakinek, nem bárkinek, nem egy elképzelt lénynek, hanem a halálból feltámadott Isten fiának. Boldog az az ember, aki a kétségeivel, félelmeivel, bajaival, problémáival kész Isten elé jönni. És kitárni az élő Isten előtt a szívet. Alázatosan, élő hittel, benne bízó reménységgel, mert az igét kap. Istentől való életbeszédét, kijelentést kap, és az találkozik a feltámadottal. És ebből a találkozásból tanúságtétel lesz, engedelmesség lesz, a küldetés beteljesítése lesz. Valóban igaz, boldog az az ember, aki az élő Istenben bízik. Kedves testvéreim, énekeljük el ráfelelő énekként a 348. ének valamennyi versét. A 348. ének valamennyi versét énekeljük. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek. 348.
valamennyi versét énekeljük. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek, mindnyájan örüljetek, vígan énekeljetek, mert Úrunk feltámadott, nékünk életet adott. Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk, mert ő diadalmat vőn, értünk elégséget tőn, isteni erejével, hathatós érdemével. Nékünk megigazulást, és a bűnből gyógyulást, Istennel békességet, és boldog reménységet nyert feltámadásával, örök igazságával. Előtted arcra esünk, s kérünk, édes kezesünk, részeltes halálodnak, és feltámadásodnak, drága érdemeiben, édes gyümölcseiben. Cselekedsz szent lelkeddel, végtelen érdemeddel, hogy új életet éljünk, végre porból felkeljünk, örök nagy boldogságra és halhatatlanságra. Gyertek, álljunk fel, imádkozzunk. Szent háromság, örökké való Urunk, megköszönjük neked, hogyha félelemmel és némi csüggedéssel jöttünk is ide, és együtt vagyunk otthonunkban, a gyülekezet közössége, kiki a hajlékában, de mégis örömmel töltöd meg a szívünket. Annak a bizonyosságával, hogy Jézus Krisztus feltámadta halottak közül, és aki ő benne hisz, annak örök élete van. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te feltámadásod haszna. A benned hívőt, a benned bízót ki akarod hozni a nyomorúságából, csüggedéséből, elkeseredéséből, félelméből, hitetlenségéből, görcsöléseiből, tanástalanságából, de nem csak ezekből, hanem az ördög markából, a bűnnek a fogságából, és azt akarod, hogy a benned hívőnek öröme, örök élete, üdvössége legyen. És köszönjük, hogy bennünket is fel akarsz használni, Urunk, arra, hogy jót mondjunk. Ne csak humort, hanem örömhírt, igaz beszédet, Istentől való kijelentést adjunk tovább, ami minket is éltet, és ezzel egymást is éltetjük. És hiszük, Urunk, hogy van hatalmad ebből a nagy-nagy nyomorúságból, ebből a bezártságból nagyon jót kihozni. Van hatalmad megtisztítani a szívünket, egyéni életünket, közelebb tudsz vonni bennünket magadhoz, igékkel tudsz megajándékozni, többet tudunk imádkozni egymásért, önmagunkért, meg tudod újítani népünket, egyházunkat, a lelki népet, tudsz ajándékozni megtéréseket, megújulásokat, meg tudsz áldani húsvéti örömhírrel, és neked tetsző életfolytatással.
Segíts bennünket, Urunk, hogy maradjunk vezetésedben, és legyünk hitvalló gyermekeid, és így töltsük be küldetésünket. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 459. ének első versét. A 459. ének így kezdődik. Az Isten bárányára letészem bűnömét, és lelkem éget várjon, az éven minden eső, az Úr elé hiszem, megtisztul minden szentő, a Jézus vérében, a Jézus vérében. Kedves testvéreim, megterítettük a kegyelem asztalát. Jöjjetek, fogadjátok el, és újítsátok meg Istennek veletek kötött szövetségét, hogy élő közösségetek legyen Jézus Krisztussal és az ő testében, az egyházban egymással. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, ő pedig én velem. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a szentséges vacsorát. Írva található legbővebben Pál apostolnak, a korintusbeliekhez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Valljuk meg, kedves testvéreim, a mi bűneinket. Mondjuk el a bűnbánati imádságot. Úristen, örökké való, mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült seregek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, s noha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet.
Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nekünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, és hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Mondjuk el, testvéreim, az apostoli hitvallásunkat: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Néhány kérdést intézek, amire hallható szóval kérem a választ. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Én hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én ezt ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, az igaz hit és bűnbánat feltétele mellett, és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért. Amen. Áldjátok az Úr nevét, aki kiszolgáltuk, magasztaljátok őtet, így szolgái vagyunk, Szeretett testvéreim, így történt most ez a mi közös úrvacsorázásunk, hogy miközben a
lelkész házas pár vette a kenyeret, otthonukban lévő testvéreink vették a egy-egy darab kenyeret, és hallották, és most újra mondom, az úrvacsorai imádságot, Uram, a te megtöretett szent testednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat, és amikor a bort vette a lelkész házas pár, akkor otthon lévő szeretteink, testvéreink, családtagjaikkal vették a bort, és mondták az imádságot, Uram Jézus, a te kiontatott szentvérednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös szolgádat. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, buzdításra kerül sor. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szentséges vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. Mielőtt megtérünk, hazatérünk, hajlékunkban kérünk és intünk, Isten kegyelmét hiába valóban ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltsétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus megbocsátott nektek. Istennek békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Jertek, álljunk fel, és adjunk hálát a mi élő Istenünknek így. Áldjad én lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményedről, jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket, kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett igédet megerősíted a sákramentumok pecsétjével is, és ezzel kiábrázolod a veled és egymással való egységünket. Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és mindnyájunkat egy reménységre hívtál el. Dicsőítünk ezen a napon, hogy a feltámadott Krisztus bűnből és halálból szabadító érdeméért bátran jöhetünk a kegyelem asztalához. Atyánk, fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel először dicsőséged és fele barátaink javának szolgálatára. Hadd legyen egész életünk bizonyságul Krisztus nevéről. Ezért kérjük szent lelked erejét. Amen. Imádkozzuk közösen fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, Fiúnak szeretete, Szentlélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kérem, foglaljanak helyet, kedves testvéreim. Jelentem, hogy ünnep másnapján, azaz Húsvét másnapján 10:30 órakor kezdődik az Isten tisztelet a helyi televízióban. És felolvasom a Magyar Református Egyház püspökeinek, főgondnokainak ünnepi körlevelét.
Ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett testvéreink! Az egyházi évben két nagyon fontos, kötött idejű felkészülési időszak van. Mindkettő 40-40 napig tart. Mindkét időszak középpontjában a húsvéti esemény, Jézus Krisztus feltámadása áll. A lemondásnak és az elcsendesedésnek az időszaka. Sok-sok imádsággal, bűnbánattal és böjtöléssel készül a keresztény világ, s benne mi, reformátusok is, Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére. A húsvétot követő 40 napos felkészülési időszak hasonlóan fontos, hiszen átéljük és megéljük a húsvét csodáját, a feltámadás mindent átjáró örömét, azt a teljes örömöt, ami a megváltott keresztény emberek ismertető jegye. Húsvét a kezdete és a kiinduló pontja a keresztény ember örömének, hiszen az evangélium örömhír, a kereszténység pedig az öröm vallása. Ez az öröm nem holmi könnyed vigasság, nem evilági örömködés, hanem a mi örömünk, a Krisztusban és Krisztus által legyőzött szomorúság. Húsvétnak ezen a szent ünnepén tetszett az Istennek, hogy úgy próbára tegyen bennünket, hogy el kell engednünk mindent, ami az ünnepi megszokás része volt. Most húsvétkor a harangszó, a televízió vagy az internet elé hívogat minket, az úrvacsorát nem a lelkész kezéből vesszük, elmaradnak az ünnepi köszöntések és készfogások. Egyetlen dolog maradhat most meg, a Krisztusban elnyert szabadítás, s a megváltó, bennünk teljessé lévő öröme. Így lehetünk mégiscsak gyülekezetben összegyülekezés nélkül, így lehet templommá minden otthon, és így kapaszkodhat össze lélekben mindenki, aki osztozik a húsvét örömében. Krisztusban elnyert új életünk, tőle kapott apostolságunk ennek az örömnek a megélésére és hirdetésére hatalmaz fel bennünket. Különösen is ebben az időszakban, szolgálva és könyörögve azokért, akik még nem ismerik a feltámadt Krisztust és a megszabadított ember örömét. Tudva és nem elfelejtve megváltunk szavát, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Énekeljük, kedves testvéreim, záró énekként a 446. ének első két versét, majd pedig végezetül a himnuszt fogjuk elénekelni. Tehát a 446. énekünket énekeljük záró énekként, Uram, bocsásd el népedet békével. Uram, bocsásd el népedet békével, édvezítésed kívánt örömével, mert megtaláltuk, amit lelkünk kedvel. Megragadjuk, hittel s nem bocsátjuk el, már ő miénk, mi vagyunk az övéi. Mi lett testek java részesei, élünk egy gyarló testben többé nem mi. Ő szerelmétől nem szakaszt el semmi. Ó, Jézus, gyenge hitünket neveljed, te magad lelkünk az égre emeljed, hogy így lelkünket az ég dicső vára fogja be annak örökös javára. És most énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Isten áld meg
a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújtsd feléje védőkat, ha küzd ellenséggel. Bal sorsakit régen tép, hozz ránk végeztendőt, megbűnhötte már e nép a múltat jövendőt. Áldás, békesség!